Sziasztok, szerbusztok! Youtube intrót fogunk készíteni, és még nem is akárhogyan, hanem tök ingyen, tök egyszerűen. Most direkt húzom az időt, hogy ne. Azt tudik, hogy kétfajta Youtube intro maker létezik így az interneten, vagyis hát nagyon sokféle fajta létezik, csak ez a kettő, ami ingyen használható, és, és rohadtul jó. Na, az egyik az úgy néz ki, hogy vannak akik így ténylegesen komplikáltan, bonyolultan értenek a dolgokhoz, szóval így az editeléshez, ők megcsinálják, aztán felrakják a YouTube-ra egy letölthető oldallal. Ami igazából nekem egyszer én ezt kipróbáltam. Na most uh, ilyen zippes oldalak jönnek ki, meg még tudom én te variálni az agyadat rajta, úgyhogy azt hagyjuk. Nem is említem a nevét azért, hogy. <laughs> Nem is tudom, hogy miért beszéltem róla egyáltalán. Na, a másik, amivel most fogunk foglalkozni, ez az, ami iszonyatosan egyszerű. Annyit hozzárakok, hogy ez a ez a folyamat, ez a letöltési folyamat, amit most megmutatok, ez a legegyszerűbb ez a legegyszerűbb kiválasztható intrókkal már elkészített kiválasztható intrókkal csak meg kell cserélned a nevet rajta és letölteni aztán, itt még mielőtt hozzá fogunk itt rakom hozzá azt hogy ez most ezt nem tudom, hogy ezt milyen programokban rakjátok fel a videókat én például MacBook pro van és az iMovie-t használom. Na most az iMovie-ba, mi, miután így simán letöltöttem, ezt kifogja ki majd, majd mindjárt mutatom, kiadom, ki, rárakom a, a desktopra, úgy, ahogy ott van, és a, onnan nem tudom bevinni az iMovie-ba. Szóval ez is majd, ott mutatni fogok két különböző formát, hogy melyik formába tudod letölteni. Az egyiket azt egyáltalán le, le se tudod, játszani, úgyhogy azt biztos, hogy ne a másikba pedig ö, föl lehet tölteni a Youtube-ra már így jól vagyunk Jó, jól halad az irány na, onnan, hogy a, úgy tudod bevinni az iMovie-ba, hogy egyszer föltöltöd a Youtube-ra azt is próbáltam, azt ott el ne szúrjátok hogy a Youtube-on private-ba rakjátok bele, ezt nem tudom magyarul, hogy mondják majd kitaláljátok. Van a private, meg a public. Szóval a publicba ki kell, hogy rakjad, és onnan letölthető. Na akkor itt már is mutatok még egy dolgot, mert ez kelleni fog hozzá, hogy hogy tudsz letölteni úgy a YouTube-ról valamit, bármit le tudtok így tölteni videókat, amit tök illegális, úgyhogy nem ajánlom. De így a saját videódat, mert én, ez csak én... Ne, ne kezdjetek el mások videóit letöltögetni, főleg akkor ne, hogyha azt vissza akarjátok rakni a saját csatornátokba, mert le lesz fejezve a csatornátok. Szíjjel lesztek stukkolva! Nem tőlem, hanem majd a YouTube az az letítja az egész csatornádat. Viszont a saját, ö, saját anyagodat, hogyha letöltöd, azzal ugye semmi baj nincs, mert ezt, ezt, ez a te anyagod. Na, térjünk vissza! Egyszer felrakod a YouTube-ra publicba, és onnantól fogva uh, rákattintasz a, 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 videódra, megállítod, ez így megy bármelyik videónál, www.ss, tehát beírsz egy, 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 a www. mit tudom én, mit tudom én, mit tudom én, közé, ott a pont után beírsz egy ss és nyomsz egy enter-t, akkor kiadja azt az oldalt, hogy töltsd le, letöltöd, azt is a, a desktopodra fogod majd úgy onnan letölteni, és azt a formát, mivel hogy azt hiszem, hogy a YouTube átvariálja egy olyan formátumra, ami majd később berakható az a iMovie-ba, vagy pedig más szerkesztő ilyen... olyanokba, szerkesztő dolgokba, ilyen dolgok vannak itt, szóval ez a folyamata. Anélkül, hogy csak úgy letöltötted, akkor nem tudod használni az imovie t Nem tudom, a másikba nem tudom a neveket mik vannak, milyen editelő programok vannak, ott lehet, hogy egy egyben próbáljátok ki, ha nem ment bele, akkor csináld ezt, töltsd a YouTube, vissza, vissza a desktopodra, és onnantól be tudod rakni a Movid, a, 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 a videóit közé, vagy amit, amit majd ott szerkesztesz, hogy, hogy hova rakod be onnan már a te dolgod. Na, Lássuk, szép variáltam magam, lássuk, hogy hogy is van ez. Ja, azt akar, akkor egyből ugorjunk is bele, oda fölül van írva, hogy panzoid, ezt kell beírnod, panzoid.com. Itt lejjebb jö, jössz, és creation, a, a creation Rákattintott, ezt majdnem japánul kezdtem el beszélni. Aztán itt van olyan, hogy Populars, Newest, ez annyit jelent, hogy jól nyomottak és újak. Aztán itt iszonyatosan sok van, itt tovább lehet lépni. Kiválasztod magadnak azt, amelyik tetszik. Itt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20. És aztán itt én most rá fogok kattintani egyre, csak így tök... Tök kiválasztottam. Na, itt van az, hogy Open in Clipboard. Na most itt várjatok addig, amíg, amíg teljesen letölti. Szóval ne kezdjetek el össze-vissza nyomkodni, ez nagyon fontos, mert akkor le fog fagyni. Itt van egy ilyen kis szemecske, erre rákattintva, ez azt fogja ábrázolni, hogy hogy fog valóságban kinézni, nem pedig szerkesztési módban. Na ez, hogyha piros lett, azt is várjátok meg, utána így lehet játszani. Na most én a zenét azt lehúztam róla, azért nem használjátok, nem halljátok, majd van, alatt a zene is. Na akkor ez jó, ezt akkor, hogyha ezt kiválasztatod, hogy ez tetszik, akkor itt, itt, itt van ugye, hogy your name, az van ideírva. Ezt kell megváltoztatni arra, hogy a te neved, amit szeretnél odarakni, az legyen ott teljesen mindegy, hogy mire akarod megcserélni. Itt van ez a kis kocka, erre rákattintva. Itt meg kell azt keresni, hogy name text, általában az van írva. Itt van, hogy group, ez a, ez a groupnak a neve, onnan lejjebb hajladva. Azt kell megkeresni, ami ugyanoda van írva, hogy your. Na itt is vagyunk, hogy your. Ez háromszor van leírva, úgyhogy mind a hármat ugyanolyan formában kell megváltoztatni. Rákattintva itt, itt kijön alul, hogy your. Ez kitörlöd, én azt fogom beírni ide, hogy zsíros. És az enterre kattintva tudod beírni. Szóval ott fölül megjelent, hogy zsíros, látjátok, akkor tudod, hogy jól vagy. Ha nem, akkor nem nyomtál rá az enterre. Azt, azt figyeljetek oda, hogy, hogy nyomjál rá minden egyes alkalommal. Szóval így a másik, másikra is zsíros, és a harmadikat is zsírosra. Megzsírozzuk a dolgokat. Itt a harmadik is. És ahogy látjátok, itt a jobb oldalon már kezd átalakulni a nevem zsírosra és már is fölül ott van az, hogy zsíros. Na most akkor itt lejjebb haladva megkeressük azt, hogy ném. És nem a gruppot kell megváltoztatni, hogy hagyjátok ott, hanem a textet. Tehát a text az a, az a felirat. Na itt kétszer van, mind a kettőt meg fogjuk változtatni deszkára, hogy legyen zsíros deszka a mai napon is. Na, már így félig átalakult, a másikat is megváltoztatjuk, iszonyatosan egyszerű, imádom ezt a programot, ott is van zsíros deszka, na, akkor kicsit lejátszok, hogy hogy néz ki, nagyon király, és ott volt egy harmadik uh, harmadik felirat, hogyha láttátok, na akkor lejjebb menve, megkeressük azt is, ott van, hogy text, akkor most uh, igazából ide beírhatsz bármit, na, beírom akkor, hogy uh, stukkolás lesz holnap, szígyes tukkolok mindenkit, ezt be fogom írni. Most azért ártam meg, mert keresem az E betűt, az E kezeteset. Úgy néz ki, hogy megtaláltam. Így. És erre is az Enter -re billentyűre kattintva, még egyszer így visszanézzük és így az egész átalakult zsíros deszkára és szét Ott volt. Nagyon-nagyon gyönyörű dolog. Jól van, akkor ne, igazából itt ezt ki is lehet hagyni, hogyha így kitörlött, például most én kitörlöm, akkor, és az enterre kattintva, ott semmi nem lesz. Úgyhogy ezt így ki is törültük, mindjárt megnézzük így nem fogja bedobni azt, hogy szétstukkollak, csak a zsíros deszka maradt. Ez ugyanúgy variálható ott a, a, a zsíros deszka résznél is, hogyha, hogyha csak egy neved van például, és így két, két variáció van, hogy, hogy Tamás az a neved, akkor csak mi ott fölül, amit elkezdtünk variálni, akkor csak a, a zsíros résznél be, kicseréled arra, hogy Tamás, és a, a deszka résznél kitörled az összeset. Na, innen meg is vagyunk, lejjebb jöttök ide arra, hogy download. Itt van ez a kis gombocska, rácsattintva, rákattintva, rápakolva, itt be lehet állítani a gyorsaságát, hogy milyen gyorsan töltse le, azt úgy, ahogy van, ott hagyjátok, és itt a, a lenti beállításnál az alsót, mindenképpen az alsót válasszátok, mert a másik az egy olyan formátumba tölti le. Ami, ami, még le se lehet játszani. Nem tudom, ehhez szerintem kéne egy másik program, hogy lejátszható legyen, vagy én nem tudom. De ez is, ez is, mint hogy az előbb mondtam, nagyjából ez a letöltési idő az, az egy-két perc, van amikor öt perc, hogyha nagyon-nagyon attól függ, hogy milyen a milyen az intrónak a szerkesztése? Minél, minél bonyolultabb, minél több uh, parikoz, meg ilyenek vannak benne, annál hosszabb ideig fog tölteni, na meg a gépettől is függ. Teljesen mindegy, adjátok meg neki az időt, hadd töltse le magát, és uh, utána már így nagyjából meg is vagyunk. Aztán, hogyha letöltötte, akkor megyünk is tovább. Na akkor én ezt egy kicsit így földgyorsítom, hogy ne kelljen várnunk. 5 percet sem, csak egy pár másodpercet, így néz ki a töltés. És ha ezzel meg vagyunk, utána itt arra kell rá kattintani, hogy download your video. Aztán így, amint látjátok, ezt elég gyorsan így le is tölti. És erre a gombra kattintva, így megnézhetitek azt, hogy hogy fog kinézni. Hogyha oké, minden oké, meg vagytok vele elégedve, akkor, akkor jó. Ha pedig nem akkor, akkor menjetek vissza, választhatok egy másikat, vagy ilyenek, de ezt azelőtt is el lehet dönteni, még mielőtt letölteni, ugye. Na, akkor innen, hogy minden megvan, letöltöd a desktopodra, vagy a fájlokhoz, vagy teljesen mindegy kiválasztod, hogy hova. Ezt már így nem fogom nagyon mutogatni. És akkor menjünk onnan tovább, hogy kinyitom a YouTube-omat, és hogy hogy tudom oda rátölteni. Na, szóval itt meg is érkeztünk a, a feltöltési oldalamhoz az introt pedig innen elkapva rá dobom ide az oldalra igazából, bum, és már is elkezd tölteni, mint hogy minden másik videó. Na, én itt nem fogom publicra tenni a videót, mert nem szeretném föltölteni, csak így a móka kedvéért mutatom nektek, úgyhogy én private-ba fogom rakni. Nektek viszont ahhoz, hogy le tudjátok majd onnan visszatölteni a desktopra, úgy publicba kell raknátok, a, hogy rakjátok a videót. Szóval én most private-be rakom, mert nekem ez a klip ez már nem kell, és itt van letöltés után a Youtube-on, lejátszható, minden rendben van, nagyon királyság, és igen... Szóval láthatjátok, hogy működik, még egyszer én azt hozzáteszem, hogy én ezt makintoson készítem, szóval azért legyen, segítsük már úgy át egymást ezen a dolgon, mert tudom, hogy majd itt lesznek fönnakadások, meg ilyenek, mindig szokott lenni, más kompjúter, más, más a töltés, más minden. Úgyhogy akik Windows-on nyomatják, azok, hogyha megteszitek azt, hogy leírjátok majd, hogy hogy jött össze, vagy mi volt a baj, vagy, vagy, onnan, hogy, hogy a panzoidról letöltötted, a desktopról egyből befogadta az a program, amivel majd editelni fogsz, meg ilyeneket, hogyha így le tudnátok írni a kommentekben, az nagyon-nagyon segíthetne másokon, akik uh, ugyanúgy Windowsról készítik. Hogyha valamit így nem értetek, akkor azt is nyomassátok le a kommentekbe, aztán is segítsük egymást. Jó? Szóval, hogyha tetszett, akkor rakjatok fel egy lájkot. Ha nem tetszett, akkor is rakjatok fel egy lájkot. Ha nem raktok fel legalább egy lájkot, stúkkolás lesz.